Ünnepélyes keretek között adták át a keresztet, amelynek felújítása közel 3 hónap alatt készült el Csonka Ákos és családja pénzadományából. Igazából a családunk egy része az itt ide valósi törökkanusai, és ez is egy mozgatórugó, ha bár mi nem élünk itt, de lélekben és szívben mi mindig ide tartozunk és ide tartoztunk. Egy ilyen szomorú évforduló is van az életünkben, édesapánk kicsit több mint egy éve halt meg, és az ő emlékére döntöttünk így, hogy felújítjuk ezt a keresztet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Amen. Sóti János törökkanizsai plébános szentelte meg a feszületet, aki prédikációjában egyebek között kiemelte, a kereszt Krisztus szenvedését jelképezi. A feszület, a kereszt az mindig Krisztus keresztáldozatára emlékeztet. Hogy Jézus feláldozta értünk a magát, megfizette a mi adósságunkat, ami a bűn miatt jött össze, de nekünk is részt kell venni a megváltásban, hogy elégtételt adjunk a saját bűneinkért is. Az átadó után a felújított feszület előtt többen virágkoszorúkat és mécseseket helyeztek el.